Búcs. Sötét szerendő paptestvérek, tisztelt polgármester asszony, jegyző úr, Krisztusban szeretett testvéreim, egyházmegyénkben, itt környékünkön, három helyén ünneplik búcsúban Szent Imre herceget. Solt Szent Imrén, mert ők egy jámbor legenda alapján úgy tartják, hogy amikor a bihari erdőkben halálos seb érte Szent Imrét, ezen a tájon vitték, és ott talált meghalni, és hát a pusztában van is egy templom, ahova minden évben kimennek, én is jártam ott, ahol rá emlékeznek. Kalocsán, a város külső részén is van egy Szent Imre templom, ismerjük, mert 1931-ben az egész országban ünnepelték, emlékeztek Szent Imre 900 éves évfordulójára, és ahol csak lehetett, a Klebensberg Kuno féle iskola és templom programban ott is templomot építettek. És hát itt Hajóson annak igazi oka az, hogy gróf Csáky Imre, kalocsai érsek, saját védőszentjéről nevezte el az általa építetett templomot, melyet 1728. november 5-én, azaz Szent Imre napján szentelt fel. Milyen szép kapcsolata ez egy embernek a védőszentjével. Fölmerül a kérdés, hogy egyáltalán mi mit tudunk a védőszentünkről. Már csak azért is, mert sok olyan nevet adnak mostanság, aminek nincs is védőszentje. Kereszteléskor vagy bérmáláskor fülelnem kell, hogy hogy is hívják azt illetőt, a gyereket, mert a legérdekesebb szappan operákból és mindenhonnét kivett neveket adnak a gyerekeknek, és már nincs Mária, Erzsébet, István, János, pedig most már ezek lennének az egyetiek. A védőszent, a Bérma név szentjének a megbecsülésére is tanít bennünket a templom alapító atyánk, Csáky Imre érsek. A szentség az Istenből árad ki a szentekre is, mert abszolút módon egyedül Isten a szent. Ki minden bűnnek, igazság nélküliségnek fölötte áll, a maga teljességével, szépségével, jóságával és igazságosságával. És ő belőle árad ki a szentség. Már az Ószövetségben is ezt mondta a papi könyvben, a Levitikusban, az Isten, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Már a zsidó népnek is parancsba adta, hogy a szentséget keressék, és nekik volt is hozzá érzékük, néha még túlságosan is ilyen körülményes, rituális szertartásokkal élték meg az Istenhez való közeledést, amikor például a Jahve nevét másolták a könyvbe, ki sem merték mondani, és mindig egy imát végeztek előtte. Az Úr Jézus a szentélytevést folytatja, hiszen ő maga a megtestesült Isten szentje. Még a gonosz lélek is azt mondja rá, hogy tudom, ki vagy, te vagy az Isten szentje. A földön megvalósítható teljes emberi szentségét Jézus Krisztus mutatta föl nekünk, az ő szent anyjának, Szűz Máriának a szentsége is, az ő érdemeiből és ajándékából áradta ki a Szűz anyára. De ő maga is mondja, hogy legyünk tökéletesek, mint a mi mennyei atyánk, és a szenté válás az kötelessége az embernek. Természetesen hely és képet kell kialakítani a szentekről, mert
sokszor egy barokk szobor vagy kép bennünket egy ilyen életidegennek, vagy legalábbis egy nagyon régi korhoz kötött életformához kapcsolja, de valójában a Krisztus követés megvalósítását jelenti. És ez egyáltalán nem von le semmit sem az Isten vagy Jézus Krisztus érdemeiből. Most sokat hallottuk a reformáció 500. évében, hogy solus Christus, egyedül Krisztus. Hát mi is mondjuk, sőt régebben, 2000 év óta mondjuk, hogy Jézus Krisztus az egyedüli megváltónk, egyedüli közvetítőnk. Erről zsinatok is tanúskodnak, de maga Szent Péter hitvallása, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az Isten szentségét csak teljesebbé teszi, ha lehet így mondani, hogy ő sokakban az élet szentségre vezető kegyelmeket megadja. Hogy Jézus mondja, hogy a szőlővessző a szőlőtőnek a kiteljesítője. Pázmány Péter mondja, hogy a szőlőtőkét, a szőlővessző azáltal, hogy gyönyörű szép gyümölcsöket terem, nem gyalázza, mondja ő, hanem böcsületesebbé teszi. Ennél fogva a szentek még inkább kiteljesítik az Isten abszolút fönségét. Egyébként csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy amit korábban sose tettek protestáns testvéreink, ebben az évben annyi Luther és Calvin szobrot állítottak köztereken, festményben, utcákon, mi is állítunk, csak a szenteknek. Ősidőktől fogva, és tiszteljük és szeretjük őket. A zsidókhoz írt levél, amely maga elé idézi a sok-sok hitvallót, azt mondja az akkori keresztényeknek, hogy gondoljatok előjáróitokra, akik Isten igéjét hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, hiszen a szentek is követhetnek el sokféle gyarlóságot és bűnt, de az életútjuk vége az mindig az a befutás, mint a futónál a jó érkezés a célba. Gondoljatok életútjuk végére, kövessétek életpéldájukat. És utána folytatja, mert Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Tehát itt mindig kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztussal. Csáki Imre, aki idejött erre a tájra Tődrök hódoltság után, egy abszolút kietlenséget talált. Ő Nagyváradról jött, ahol azért többé-kevésbé sok minden megmaradt, még a hódoltság ellenére is. És ő volt az, aki Debrecenben építette föl a kálvinista Rómában a Szent Anna templomot, és tavaly ünnepeltük éppen a 300 éves évfordulóját, hogy lehetett Debrecenben katolikus templomot építeni, és ott is van eltemetve. Ha valaki arra jár, vegye a fáradtságot, hogy elmegy a Szent Anna templomba és a kriptába, tiszteletét teszi a templom alapítójánál. Csák Imrében Szent Imre erényei elevenek voltak, úgy mint az imádságos élet, az állapotbeli tisztaság, aztán az Istennek szenteltség, és Szent Imrében a magas műveltség. Hiszen tudjuk róla, hogy a kor egyik legképzettebb bencés tudósára, Szent Gellértre bízta Szent István az ő nevelését, mint egy 7 éven keresztül. Van egy krónika Itáliában, amelyik úgy emlékezik meg Szent Imréről, hogy egyszerre tudós és szent is volt. Tehát minden bizonnyal egy nagyon jól fölkészített kormányzásra,
is előkészített fiatal ember volt. És hogy meghalt, akkor ez egy nagy Isten csapásnak tűnt, de az Isten egyenesen ír görbe vonalakon, ha Szent Imre nem hal meg, hanem törvényesen követi atyát a királyi székben, minden bizonnyal kiváló uralkodó lett volna, de a magyarok nagyasszonyának, Máriának a tisztelete az akkor nem indul el a mi országunkban, hiszen éppen ez a nagy, fájdalmas esemény kellett ahhoz Szent István számára, hogy felajánlja országát koronájának szimbólumával, a szűzanyának, hogy vegye pártfogásába egész történelmünk során. Szent Imre alakja fölveti nekünk az ifjúsággal való foglalkozásnak az óriási jelentőségét és fontosságát. Mert ahol az ifjúság, ott van a jövő. És a mai napokban, ha végig pásztázzuk a mi helyzetünket, hát bizony nem sok reményre ad okot. Miből gondolom? Hát a falvakban megszűnnek az iskolák. Nincsenek gyerekek. És akik vannak, azok közül is nagyon sokan, sajnos a legjobban képzettek, sok esetben, külföldre távoznak. Nem azért, hogy ott meggazdagodva tudásra visszajöjjenek, hanem azzal a szándék, hogy ők véglegesen ott is maradnak. Teljesen gyökértelenné fognak válni. Családjukkal kapcsolatosan is, mert már az unokák majd nem tudnak a nagyszülőkkel beszélni, a nemzet számára végképp, de sajnos, amilyen liberális a nyugati világ, még a kereszténység számára is. A szabadsággal kellene tudni élni. Szent Ágoston mondta, hogy néha börtönben élni könnyebb, mint a szabadsággal bánni. Ránk szakadt a szabadság, és nem tudunk vele bánni. Pannonhalmán mindenféle szép freskók vannak a falakon, és van egy olyan freskó, hogy egy hordóról leütötték az abroncsokat, és az széthullott dirib darabjaira, hát nem kell itt hajóson, ugye a szőlészmestereknek mondani, hogy mit jelent az, hogyha nincs rendes abroncs egy hordón, hogy megtartani benne a bort nem lehet. És alá van írva, hogy a szabadság libertas peribit tönkretette. Nem tudunk sokszor bánni a szabadsággal, mert nagyon sok fiatal úgy érzi, hogy a szabadság egyet jelent azzal, hogy azt teszek, amit akarok. A szabadság elköteleződést jelent a jóra, különben szabadossággá válik. Vele gondolok abba, hogy itt még a 80-as években is milyen sokan összejöttek fiatalok. Én abban az időben nem ide jártam, hanem Nagymarosra, mint fiatal pap, meg a 70-es években. Érdekes, hogy amikor nem lehetett rendesen és szabadon ilyen helyekre elmennünk, hiszen sokszor elhelyezték a papokat. Ott voltunk, fölöttünk mentek a helikopterek, köröztek a rendőrautók, hogy miféle lázadást készítünk elő, pedig csak a fiatalsággal foglalkoztunk. Hát ide is jártak, amikor sokkal nehezebb volt. Most lehetne, és nincsenek. Döbbenet. Nagyon nagy fájdalom ez. Mi ezért vesszük át az iskolákat. Nem azért azzal a szándékkal, mint sokszor falvak, hogy maradjon meg, mert ha nincs iskola, akkor itt sokaknak a munkája, meg minden nincs biztosítva. Ellenkezőleg nekünk csak szaporodik vele a munkánk. Mert nagyon kis apparátussal dolgozunk. És úgy mellesleg mondom, van olyan hét, hogy 1000-ször, 2000-ször írom alá a nevemet.
mindenféle pályázatoknál, iskoláknál. De azért vállaljuk, hogy mentsük, ami menthető. Mert ha nincs lélek, ha nincs hit, ha nincs vallásosság, széthullik minden. Mi hogy egy nagyon nagy ilyen komplexumot készítettünk az elmúlt években, felújítottuk a székest. Ami nagy dolog, hogy megtaláltuk a középkori Magyarországot, és mellette az Asztríceumot. Azt is azért csináljuk, hogy a gyerekeket katolikus, azaz egyetemes módon neveljük. Szándékunk az, hogy lesz bentlakás a gyerekek számára egy-két napra, művészettel, zenével, mindennel találkozzanak, hogy valami elkezdődjék, mert két nemzedék és végünk van. Ez prófétai beszéd. Végünk van két nemzedék múlva, hiszen öregedő falvak vannak, minden második ház szinte üres, elhagyatott helyeken. Úgy vagyunk, mint a Niagaránál, ki van írva, oda van téve egy oszlop, innét már nem lehet visszafordulni. Ha valaki megy valaki abba az áradatba, menthetetlen. Én úgy gondolom, hogy ezen a ponton vagyunk, hogy még vissza tudunk fordulni, ha még mindent latba vetünk. És Szent Imrének a példája nagyon nagy szükség számunkra, hogy ott legyen az ifjúság szívében, ott legyen a tanítókban, ott legyen a papokban és mindenkiben, hogy az ifjúságot minden erőnkkel segítsük a jó úton. Csáki Imre, amikor megépítette a Szent Anna templomot, rögtön odavitte a piaristákat, akik hivatásosan tanítással foglalkoznak, és odavitte egy női apáca rendet, akik leányifjúságot tanítanak. Mert tudta azt, hogy ha jövőt akarunk, az ifjúsággal kell foglalkoznunk. Öregekre is szükség van, azokat is segíteni kell, de azok már benn vannak a karámban, az akolban, mondhatnánk így. De akik kint vannak, azt kell megfognunk. Úgy gondolom, hogy egy ilyen búcsúi szentmise, az válik egy könyörgő nappá is, hogyha egyszer már Szent Imrét, a magyar ifjúság védőszentjét ünnepeljük, hogy az ő égi közbenjárása, példája, az indítson meg bennünket. És ne legyünk kihaló nemzetté, kihaló keresztényekké, hanem öntudatos és elkötelezett hívő keresztény emberek legyenek Európában és Magyarországon egyformán. Szent Imre herceg, Magyarország éke. Itt ebben a faluban német gyökerű, nemzetiségű emberek is vannak. De hát Szent Imrének ki volt az anyja? Egy német asszony, Passauban van eltemetve. Tehát amikor őt ünnepeljük, akkor még maguk a németek is ünnepelhetik, a német származású keresztények, Szent Imrét, mert közös példát ad és kincset jelent számunkra. Ez a búcsúi ünnep, ezért legyen egy nagy sóhajtássá az Úr felé, hogy ne hagyjon bennünket magunkra ifjúság nélkül, legyen a szülőkben áldozatvállalás készsége, a nevelőkben, papokban pedig egy egész életén tartó elkötelezettség, hogy az ifjúságot azt neveljék és Krisztushoz vezessék. Ha ezt tesszük, akkor gondolom van remény, mert az Isten kegyelme nem hagy magunkra. Amen.